Adomány a családoknak. Az MSZP városi szervezete, hasonlóan az ország többi tagszervezetéhez, az idén is gyűjtést szervezett a karácsonyt megelőzően. A felajánlásokat szombaton vitték el a családok átmeneti otthonába. Az átadás előtti sajtótájékoztatón a politikusok a hazai fizetések színvonaláról szóltak. Tóbiás József a pártelnöke azt mondta, ma Magyarországon százezrek vannak, akik bár dolgoznak, nem kapják meg az őket megillető fizetést, ezért dolgozói szegényekké válnak. A közszolgálatban dolgozó 700 ezer emberből egészségügyben, közigazgatásban, oktatásban vagy szociális területen dolgozók elképesztő alacsony fizetésekért dolgoznak. Az európai átlag 30%-a a különbség, és nekünk az a követelésünk így nem csak karácsony tájékán, hanem az év minden napján, hogy az állam nem hagyhatja cserben már a saját közalkalmazottait sem, fizetésemelést követelünk nekik.